Sziasztok, sziasztok, Lecsó vagyok, kiakasztó képek második epizód következik most. A képen láthatóak ilyen barik. A bárányok félelmetesek, főleg mikor hallgatnak, de úgy alapból is tömegesen közlekedő gépjárművekről beszélünk. Na jó, a hülyeséget, a teljes mértékű hülyeséget félretéve. Nem egy ilyen kép van így a bárányokról, ez a fajta őrület jellegű, és ja, kiakasztó, erőteljesen. Most a billentyűzetet fogok kattingatás helyett. Azt mondom én, hogy de nevér ember. Annyi hozzáfűzni valóm van, hogy aki küldte, az nyugodtan bekaphatja. Hát itt gyerekek vannak egy repülőgépnek a fedélzetén, tömegesen, a bárányok után, szabadon történő dolog. Az mi? Ez mi? Mi a picsa ez? Komment be már, hogy mi a picsa ez. Nem tudom eldönteni, hogy van. Ez milyen életforma? Vagy nem az? Mi van? Szopóállat. Ez olyan fej, hogy így tipikussággal. De nem, ez a ez tényleg, ez nem mint egy szopóállat. Nem akarok most ilyet mondani, ez tényleg olyan, mint egy szopóállat. Egy guminő, csak ilyen elbaszott verzióban, elmebetegeknek, vagy nem tudom. Emberek kosarakat hordanak a fejükön, mert úgy gondolják, hogy az vicces. Ráadásul ők is egy kosárban vannak. Gyakorlatilag. Ez nem egy rajz? De. Ez tuti rajz. Ember a fején hordozza a házi rakétáját. Én értem, hogy azt mondom, kiakasztó képeket küldjetek, de nem. Mi a franc ez? Gondolom van valami története, tudni akarom, hogy mi. Tudni akarom, hogy ennek egyébként mi a története. Hát mindjárt rákeresek majd. Atya-gatya. Halloweenkor a kislány szellemnek öltözött és úgy ment a strandra, de hogyha a strandra ment, akkor hogy volt Halloween? Lehet, hogy ez egy olyan időzónában, olyan övben van, ahol még nagyon meleg van októberben is? Október végén is? Pötty is az igazi. Kisgyerekek ilyen nem tudom milyen szemüveget hordanak. Babák amúgy nem gyerekek. Gyerek az 2 éves kor fölött van, jó? Az alatt baba. Nem tudom, lénynek érzik magukat, a néni pedig élvezi. Nem tudom, ez kit minősít. Emberek sokasága Mickey Eger-es maszkkal az arcán. Gondolom ez amilyen izékon lehetett. Nagy Mickey Eger filmpremiéren a moziban jellegge. Vagy nem tudom. De szintén nem akarom tudni a háttértörténetét ennél a dolognál. Az égbolt annyi furcsa jelenség látható. Hát nekem ez ilyen izé gyanús kamerai, optikai, nem optikai, hogy hívják, lencse jellegű problémának tűnő dolog. Szóval nem, mit tudom én, meteor földön kívüli szem. Ahelyett, hogy meggyógyítanák a nőt, hatalmas nyulakat küldenek a szobájába. Csak hogy ha már beteg is, akkor forson is be gyakorlatilag. Hát oké. Valamit nem lehet értelmezni, bármennyire szeretnéd. Az ember békává változott. Mert esetleg miért van mindenki ugyanaz a szemüveg? Mindenki ilyen fehér külalakú cucc van. Mi van? Ez ilyen Oroszország
tipikusság, Ukrajna valami, meg ott van, látszik rajta, hogy ott van, hát cirill betűk vannak ott. Na. Egy transvestita jellegű személy, ás. Magyarul ez a személy transvestit ás. Mi vagy te? Nem akarok csúnyákat mondani. Nyilvánvaló, hogy ember beöltözve, mielőtt valaki félreérteni, hogy itt elkezdek baromkodni. A feje ott van a csávónak, csak ez a fej tetőre van rátapasztva valamiféle kis maszkszerű dolog. Nyilvánvalóan. Nem tudom, ez valami újfajta szexuális rítusnak a része lehet. Még egyszer. Csak hogy biztos legyen, hogy benne lesz. Angyali felhő. Nagyon sok felhőből ki lehet venni dolgokat, ezt tudjuk jól. Azt is tudjuk, hogy az emberi fantázia sok mindenre képes. Viszont azt is tudjuk, hogy a Photoshop sok mindenre képes. Mert ez a kép, ha valódi, akkor az durva lenne. Nem azért, mert angyal van rajta, hanem mert annyira nem valódinak tűnik maga a kép. Így alapból. Mik ezek a gyerekrablós képek? Ti őrültek vagytok? Vagy mi valamúgy? Csomó olyan gyerekrablós, meg én fasz tudja milyen képet kaptam, még ezek krampuszoknak tűnnek. Szegény gyereket már rabolják el, mert rossz volt. Nem kap a Mikulástól semmit. Így jár az, aki köcsög. Ezt a képet a mai napig nem értem, láttam már párszor, hogy ez milyen egy dolog rajta. Nyilván valószínűleg itt is egy ember van beöltözve valaminek, vagy lehet kettő esetleg. De hogy ez mi a rákot ábrázol konkrétan, azt én nem tudom, ilyen válból kijövő, nem válból, hanem fej fölül lévő testrészből kijövő kézlábakon álló mutálódott szőkehajú fehér arcú valaki. Nem mondom, hogy nem félelmetes egyébként, ha szembe jön, nem mondanám, hogy nem sikítanék egyet és futnék. De attól függetlenül nem értem még mindig. A kutya kutyát sétáltat, a kutya kutyát eszik. Most tűnt, hogy ugyanaz a két kutya gyakorlatilag. Vannak emberek, akiknek van humorérzékük. Ezzel nincs mit magyarázni. Az égbolton látható valamiféle durva anomália, amit nem tudnak hová tenni az arra sétáló senki, nem sétál arra. Nagyon sok ilyen kép van. Ezeket a képeket igazából az esetek nagy részében tényleg nem lehet hova tenni, ne rezegjél telefon. Mert nincs kiindulási pontod. Ott valami történt. Egy ilyen összefüggő felhő rétegben ilyen dolog nem tud létrejönni, ott valaminek történnie kellett. Nem azt mondom, hogy földön kívüli eredetű dolog, de valami. Mit tudom én? Valami. Mert ilyesmi azért nem tud természetes úton keletkezni. Ez is hülyeség, mert nem tudhatom. Lehet, hogy tud. Nyilvánvalóan valami tud létrejönni, mert nem minden ilyen kép valami. Ezt nem fogom kimagyarázni soha, ugye? Egyet értünk. Cipőbe tálalják manapság az ilyen gésagolyókat. Először is ez a kép. Vannak kutyák, akik meghajolnak az alfa hím előtt. Még a csávó is tiszteleg neki. Ez a kutya valami ízé lehet. Szent állat. Mik ezek a festések a fejükön amúgy? Mindegyik ilyen piros festés van a fején. Vagy rózsaszín. Hatalmas Coca-Cola függők. Vannak nagy rajongója a Coca-Colának. Szintén egy ilyen levegő. Ez már inkább tűnik természetesnek nekem mondjuk. Nem tudom hogy, mert igazából olyan, mintha itt jött volna egy repülő, a felhők felett ment volna a repülő, aztán itt valamiért leereszkedett volna, és így itt végig karcolta úgymond a tiszta felületet, a szűz felhőt, mint ahogy az ember szokta a szűz havat, amikor végig sétál a mezőn. Ez a férfi meg szimplán nem normális. Ha érteném magát a szerkezetet, lehet boldog... Mi van ennek izé feje, Revicki Gábor feje amúgy? Meg egy picit Putyin is. Meg a kettő nem áll egymástól olyan messze. Ez ilyen kivégző cucc? Vagy ez ilyen bűvészmutatványhoz egy eszköz? Hát nagyon jó.
Megcsapott egy szag. Nem a saját pukkanásom. Az emberek annyira lusták manapság sorba állni, hogy már csak a papucsokat teszik a sorba, ők maguk meg leülnek. Jó, mondjuk, hogyha vannak, ez egy olyan hely, ez a kármi, ahová itt várnak, ami tényleg olyan, hogy ügyintézés egy óráig tart jelleggel, mint mondjuk Magyarországon sok minden, akkor inkább én is leülnék és oda basszom a papucsomat, mint ott állja 2 óráig feleslegesen hülyeség miatt. Szóval, na. Szia. Remélem jól vagy, apu. Szia, örülök, hogy szereted a vanília fagyit. Apu. Szia, remélem élsz még, anyu. Sivatagban találtak egy furcsa állatmaradványt. Nem mondom azt, hogy nagyon furcsa állatmaradvány igazából, mert a sivatagokban vannak élőlények, amik alapból furcsák, meg na, albinó dögök is tudnak születni, meg egyéb mutálódások létrejönni. Ez a nő egy kutya. Dog. Hope. Nyilván a csaj az éppen eldőlt hátra arra, a kutya meg ott üldögélt, szóval ez egy, hogy hívják, optikai illúzió. Szintén ezt láthatjuk ezen a képen is. Ez meglepően morbid képet fest arról, hogy milyen emberek vannak a világon. Az közben meg igazából nem is. Ez nagyon brutálisan van fotózva ez a kép, nem is értem. Szóval tényleg olyan, mint hogyha ide csatlakozni ez a fej valamilyen úton, módon. Atya, gatya. Lebegő színpad. Vagy mi ez? Az közben egy zászlónak az árnyéka, ugye? Csak mégis olyan, mint hogy az árnyékolna oda, szóval vicces, vicces, vicces. Ezek érdekes dolgok így az emberi életben. Itt a hurka, ott a gyurka, ez meg itt a májas hurka. Vagy mi? Hogy van az a szar? A kedvenc kajája, gondolta, sálként fogja viselni és fotózkodik vele. Nekem is van kedvenc kajámmal közös képem. Kinek nincs? WC. Ez ilyen hörbiknek való WC? Pálcika ember. Én oda nem mennék be. Ha folyik az orrodból a vér, nincs nálad zsebkendő. Bár kötve hiszem, hogy abba ott nincs zsebkendő, mert abba ott, tudjátok az mi az a misztikus dolog ott a kezében? A női táska. Vagy retikül, vagy nem tudom, hogy szokták hívni. Szóval tudjátok, az a misztikus dolog, ami nőknél szokott lenni majdnem mindig. Abban minden van, ugye? Tudjuk, hogy feketejük van benne, ami egy másik univerzumba vezet, ahol van minden. Szóval, tuti volt nála a zsebkendő, és mindegy, maradjunk annyiban, hogy lehet, hogy pont abban az univerzumban is elfolyt már a zsebkendő. Ezért a nőnek nem volt más választása, mint a vérzőórát elállítani tamponnal. Szerintem teljes mértékben érthető dolog. Jól felszívja az ilyen dolgokat. Tehát azért van, nem? Csak pedig máshol szokták dugni, de az lényegtelen. Ő is szerette a kedvenc kajával fotózkodni, bár nem ő fotózta magát. A lényeg az, hogy ő meg szereti magának tartani mindig a kedvenc kaját. Ugye mondtam, hogy a női táskában van minden? Lehet, nem is azt akart elővenni. Előveszek egy izét most. Egy sonkát. Dinnye. Az is jó lesz. Vannak egy nagy dinnye rajongók. Meg tényleg a női táska. Én megmondtam. Az ott tökön fogja csűrni pár már, hát egy másperccen belül. A szemét, aki ott pandás pólóban áll, és éppen örül annak, hogy nyertek valami kupát. Ebben még nem tudom, mi a furcsa kép, vagy mi van. Kiakaszt. Azt gondolod, hogy a csávót kell nézni, ránéz a nőre, akkor jobban kiakadsz. Mi boldog családi élet. Oké. Szegény kutya, mit gondol? Hülye ember, mit csinálsz? Ne kapj be! Ez nem farok.
Tudom, hogy szeretem a farkat, de ez az orrom, ez nem farok. Ez meg szintén egy elég érdekes családi fotó. Ők meg ilyen farajongó, Greenpeace-esek valószínűleg, fehér pólóban, mert még szentek is. Ők úgy gondolják, hogy megvédik a környezetüket, azáltal, hogy ráülnek a fára négyen, pózolnak vele, aztán a képet kinyomtatják a következő National Geographic-nak a borítójára. Az izolátor. Ja, ezt ismerem ezt az eszközt, ez olyan, hogy abban ugye nem hallasz hangszigetelt, stb. Az író, a kreatív embernek az elméje jobban tudott érvényesülni, kizárja a külső zajokat, stb. Blablabla. Érdekes eszköz, nem véletlenül, hogy nem használták soha. Úgy tudom, hogy ebben emberek haltak bele. Mert ugye oxigén az megy bele folyamatosan, cucc. A szegény kisgyerek már nem tud húgyozni. Mert mindent óriásoknak terveznek. Gyerek WC nem volt. Ez egy olyan szituáció, amivel én még nem szembesültem soha szerencsére. Mert mikor... Nem értem, ez egy olyan dolog, hogy ez így létrejön. Utána ugye 10 perccel később már szét is kéne verniük a picsába, mert nem tud benne senki az ajtón. Ezt meg lehet csinálni könnyedén igazából. A csávó... Bár, hát attól függ. Szóval ugye van egy ilyen ember egy ilyen bottal, öreg csávó, olyan, mintha lebegne, fogja a botot, de ugye nem ér le sehol a keze, lába, segge, semmi a földet, csak a botot fogja az egyik kezével. És ugye a bot az elvezetődik a keze alatt, a ruháján belül, úgymond, és tartja őt a hátsó fertájánál is. Most arra gondoltam, hogy a csávón is van valami ilyesmi dolog, és amikor rá van az a derekára csatlakoztatva valami, sőt igazából, mintha ott lenne tényleg valami. A derekán csatlakoztatva, ami itt kimegy, és tartja a nőt alulról. Erre tippelnék. Ez meg már volt. Elrabolt kisgyerekek jellegű kép szintén. Ti nem vagytok normálisok. Nem tudom. Ez is olyan ördögi, démoni boszorkánysággal összeköthető dolognak tűnik nekem elsőre. Ja. Ez meg itt megint egy nyúl. Emberrablások, meg nyulak. Hát... Lilliputi. Vannak emberek, akik nem nőnek túl nagyra. Tudjátok, Tyrion Lannister, meg ilyenek. Na hát, nekik vannak ilyen problémák az életben, nekik minden kis kés az egy fegyvernek minősül. A narancsot... Jó lenne ekkorának lenni, mert egy narancs megevése, meg megívása az egy hétre elég elegendő kaja, meg pia lenne, nem? Ott milyen olcsó megúsznánk már minden? Ázsiai hölgy a víz alá bújva trükköt hozott létre az arcán. Nem tükröt, trükköt. Milyen szép szeme van amúgy, mi a fasz? Hát a csávó emlékeztet valakire engemet. Van egy itt egy pingvin, egy leopárd mintás sállal, tojással maga előtt, a csávó pedig hason fekve, mint a várná a pingvint, hogy beléhelyezze hátulról. Oké. Okay. Ezek a cápafejű dolgok is, nem tudom mi van már. Ez mondjuk egy porcelán dolognak tűnik, vagy szobor valamilyen anyagból, de ilyen porcelánszerű. Hát ez egy igazi művészi alkotás. Amikor egy nő már nem tud hova pakolni, akkor elkezdi a WC-be pakolni a fekete lyukakat. Mert már fekete lyukakat is telepakolt a fekete lyukakkal, és olyan incepciót hozott létre, hogy már nem tudja hova rakni magát, meg semmit. Fú, hát a nők azok, tudjátok... Fú. A teljes mértékű misztikus teleportációk, meg ilyen képességeknek a
főnökei, Piccolo. Piccolo tankolja az autót, ment a konra. Az anime konra, Chavo, Vastek, Bonjour. Európai Uniós kocsi. Ez egy mindennapos látvány. A Xenomorph porszívózik. Na, ez már kevésbé mindennapos látvány. Teniszezni szoktuk látni őt néha, meg néha a boros pincéből elcsúr egy bort, aztán megiszogatja és fetreng valahol az árok szélén, de porszívózni még nem láttam a Xenomorphot. Anyám. Ezt a fiút pedig megsütik vacsira. Megfőzik, bocs. Mikor anyu rájön arra, hogy nem jön ki a pénzből a hónap végére, akkor megsüti a kölyköket. Most a nagy Ferike a soros. Még több bárány. Ennyi volt a kép. Ó, nem mentettem le őket gémairól, baszki. Na bocsánat, akkor mindegy. Majd 20 perc jó volt az. Meg úgy taktos vagyok, mit halljátok, majd meg fulladok néha már. Nehéz így beszélgetni, meg videózni. Elmúlhatna már a betegség, mert a faszom tele van. Bár bocsánat, érte. Majd nem azért, hogy tele van, hanem azért, mert csúnyán beszéltem. Szia!